Köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőjét, ahogy azt megszokhatták már itt az elmúlt napokban. Ilyenkor év végén egy kicsit visszatekintünk, értékeljük a 2021-es esztendőt, de aztán előre is nézünk. Stúdiónk vendége Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és áldott ünnepet. Én is köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, és hát én is boldog, áldott és szeretetteljes karácsonyt kívánok mindenkinek. Hát azt hiszem, hogy a 2021-es esztendő legalább annyi váratlan fordulatot hozott, és annyi történést, mint a 2020-as év. Hát mondjuk úgy, hogy egy küzdelmes év volt 2021 is, dacára annak, hogy 2020-ban még sok minden váratlan volt, ami 2021-ben már sajnos nem volt váratlan, különösen nyilván a járványhelyzettel összefüggésben, de azért sok minden már szerencsére máshogy történt 21-ben, mint 20-ban, de hát sok kihívást tartogatott az élet minden területén. Emellett így évvégéhez közeledve, így az ünnepkörben, én azt tartom jónak, ha ilyenkor alapvetően már azért az ember akár a saját személyes életében is a szépre emlékezik, a jóra emlékezik, arra, amitől az emberre ott odajön ez a kis mosoly, ami szép élmény az esztendőből, hiszen így lehet feltöltődni ilyenkor az ünnepek során, aztán a két ünnep között, és egy kicsit újult erővel nekivágni aztán egy következő esztendőnek. És hát bízom benne, hogyha egy év múlva beszélgetünk, akkor még azt fogjuk megállapítani, hogy például a járvány tekintetében már a 22 mennyivel jobb volt, mint a 21, ami egyébként az összességében szerintem már azért az oltás volt, már sokat változtatott a 20-hoz képest, mondhatjuk. Igen, és hát köszönet azért Fehérvárnak és Fehérvár polgárainak, hogy ugye mindenféle statisztikában szerencsére az oltás tekintetében Fehérvár az átoltottság vonatkozásában az egyik legerősebb város az egész országban. Ez megint azt hiszem, hogy ennek a közösségnek az erejét mutatja. Akkor vegyük sorra a szép élményeket, hogyha egy ilyen csokorraval össze tudnánk gyűjteni. Nyilván az embernek van a magánéletében nagyon-nagyon sok. Aztán hát persze van a munkájában, a hivatásában is. Hogyha mondhatok egy kicsit ilyen fél vicceset, de csak félig vicc, a másik fele nagyon is komoly, hogy számomra nagyon fontos eredmény volt, amikor újra össze lehetett hívni már a közgyűlést, és a közgyűlési közösségi döntésekben a testület hozhatott döntéseket, és nem mondjuk nekem kellett egy személyben. Közeledünk majd a január végi költségvetés elfogadásához, hát bízom benne, hogy 22-ben a 22-es költségvetést újra a képviselő testület fogja tudni megtárgyalni és elfogadni, nem úgy, mint 20 január, vagy 21 január 20-án, amikor egyszemélyben nekem kellett költségvetést alkotni, ami bizonyos szempontból persze egyszerű volt, de azért nem az a dolgok rendje, hanem az, hogy igenis a város ilyen szempontból működését egy évben meghatározó és akár a következő évekre is hatást gyakorló dokumentumát a testület, azaz a 21 képviselő fogadja el. Tehát, hogyha 21-ből szép dolgot keresünk, akkor én azt a tavaszi napot, amikor megtudtam, hogy na, újra össze lehet hívni a közgyűlést, azt mindenképpen egy fontos, pozitív napként éltem meg. És egy kicsit, ami pedig ennek egy másik oldala, hogy azért 21-ben a közösségi ünnepeinket, programjainkat, annak legalábbis többségét valamilyen keretek között, de meg tudtuk tartani. Hát elég most csak a mögöttünk hagyott adventi időszakra gondolni. Eddig már nem online gyertyagyújtások voltak. Nem online történt a gyertyagyújtás, hanem meg tudtuk tartani személyesen, és minden szombaton a püspökség kertjében, vasárnap a főtéren nagyon sokan tudtak eljönni, együtt ünnepelni, együtt készülni, együtt felkészülni karácsony ünnepére, hogy püspök úr fogalmazott, mégiscsak egy születésnap az, amikor ilyenkor készülünk, és hát szeretünk akkor ünneplőbe öltözni, kívül, belül, kicsit lelkiekben is készülni, fizikai értelemben is készülni, és azért ennek az az igazi rendje Fehérváron, hogy ünneplőbe öltözik a város, hogy vannak fények, hogy lehet sétálni, hogy van vásár, hogy meg lehet inni egy forradbolt egy jó társasággal, lehet kürtös kalácsot tenni, egyáltalán lehet érezni azokat az illatokat, amik jellegzetes decemberi illatok, és ezt most megélhettük. Vagy ahogy mondjuk a királyi napokat augusztusban úgy tudtuk megtartani, ahogy igazán szeretjük azt a másfél hetes történelmi fesztivál sorozatot. És ebben a tekintetben szerintem ez nagyon fontos is volt az embereknek. Én azt tapasztaltam, hogy erre nagyon vágytak. Mindenki, hogy kiszabaduljon. Nagyon fontosnak érezték. Megéreztük, hogy milyen az, amikor nincs. Ugye korábban már olyan természetesnek tűnt sok minden, hogy tele van élettel a város. Hát ugye ez nem volt mindig így ebben a másfél-két évben. Én nagyon örülök, hogy azért a 2021-es év jelentős részében már ezt szerencsére újra megélhettük.
Szerintem sokan örülnek annak is, hogy például 2021-ben nagyon kevés digitális oktatás volt a gyerekeknek, és mehettek iskolába. Én legalábbis a saját gyerekemmel azt láttam, hogy lelkileg ez neki nagyon sokat jelentett. Milyen érdekes, hogy még a gyerekeken is azt lehetett érezni, hogy ők is már vágytak vissza a suliba, szerettek volna találkozni egymással, a barátokkal, az osztálytársakkal, és mindenki tudja, hogy néha nehéz reggel fölkelni, néha nehéz arra a dolgozatra készülni, de hát az életnek ez rendje, és hát bizony a digitális oktatás pár napig, egy-két hétig izgalmas volt, utána viszont egyre nagyobb kihívás, és hát egy óriási erőfeszítés a gyerektől, a diáktól, a szülőtől és a tanártól, és ott működött ez jól, ahol ez az A3-as egység jól és képes volt együtt működni egymással, de hát azért mondjuk egy elsős diáknak betűvetést, meg olvasást tanítani online, hát gondoljunk bele abba, hogy hát az bizony egyáltalán nem lehet egyszerű, úgyhogy nagy öröm, hogy azért mondjuk szeptemberben a tanév úgy kezdődhetett el, és azóta is folyamatosan jelenléti oktatás van. De fontos az is, hogy azért sok tapasztalatot is szereztünk, hogy mi az, amit ebből lehet hasznosítani a mindennapokban. Szerintem nagyon sok egyeztetés, tárgyalásért nem kell ma már utazni, hiszen ezeken a különböző online platformokon ezt meg lehet valósítani. Szerintem nagyon sok órát, mondjuk akár a magánórák egy részét is, nem biztos, hogy a gyereknek át kell szelnie a várost, lehet, hogy meg lehet azt online körülmények között is tartani. Vagy például új értelmet nyert az Alba Innováron keresztül az a kezdeményezés sorozat, amit néhány évvel ezelőtt a város elindított, aminek részei mondjuk az okos tantermek, ahol egy más tartalmú oktatás, egy más felfogású oktatást lehet a mindennapokba adni és biztosítani a fiatalok számára. Tehát mi minden időszakban a nehézségből is lehet tanulni, szerintem így vagyunk ezzel a másfél-két év során is. Én minden esetre úgy érzem, hogy köszönettel tartozunk mindenkinek, aki például ezen a területen dolgozott és segítette akár a diákokat is, hogy valahogy átvészeljék ezt az időszakot, és ami fontos, hogy fel is tudják dolgozni az emberek. Ez szerintem az élet minden területén érződik, van feszültség a társadalomban, a közösségekben, az emberekben, mert valahogy sok volt a bizonytalanság és a kiszámíthatatlan keret az életünkben, jó lenne egy picit nyugodtabb 22-es esztendő. Hogyha egy kicsit előre megyünk, akkor szót kell ejtenünk nyilván a fejlesztésekről is, hiszen a 2021-es esztendőben sokat beszéltünk arról, hogy majd vajon a gazdaság hogyan alakul, így végignéztem a tavalyi évértékelőnket, és azért azt mondhatjuk, hogy a gazdaság tulajdonképpen azért sikeresen talpra tudott állni itt Fehérváron, és nagyon sok fejlesztés megvalósulhat ennek következtében. Ebből a szempontból szerintem lehet sikeresnek nevezni a 2021-es évet. Ez mindig hangsúlyozni szeretném, hogy soha nem problémamentességet jelent, soha nem azt jelenti, hogy már nincs előtti kihívás, de hogy nem is egy, nem tudom, jó hír vagy rossz hír, de mindig lesz egy nagyvárosban olyan, ami megoldásra váró feladat. De 21-ben dacára annak, hogy indultunk, dacára sok bizonytalanságnak, szerintem a gazdaság és a város is egy jó évet, sőt, nyugodtan mondhatjuk, hogy várakozásokhoz képest is sokkal jobb évet zár. Ha a gazdasági teljesítményt nézzük, akkor az megközelítő, sőt, bizonyos szempontból talán meg is haladja a 2019-es eddigi rekord esztendőt. Ez a város adóbevételén is látszik, még a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott jelentős adókedvezmények mellett is jelentősen nőtt a város adóbevétele, amiből stabilizálni lehetett, és magasabb színvonalon lehet folyamatosan a közszolgáltatásokat, a városüzemeltetést garantálni, biztosítani, de mellette azért fejlesztésekre is jutott. Mind a négy fejlesztési ág tekintetében van előrelépés, volt a városnak saját erős fejlesztése, volt nagyon fontos fejlesztés, amit az Európai Uniós forrásokból tudtunk megvalósítani. Soha ekkora forrásokat, mint ezekben az években, és ez 2021-ben is így van, magyar kormánytól még nem kapott Fehérvár, mint ezekben az esztendőkben, és hát a magánberuházások is jelentősek, akár itt az utolsó napoknak a nagy beruházásáról szólni, hogy a Hidro Magyarországon valósít meg egy 32 milliárd forintos beruházást, egy verseny volt a világban ezért a fejlesztésért, és ide jön, és ez a fejlesztés Fehérvárt választotta. Szerintem ez mind-mind siker és mind-mind eredmény, ami nem
mehetett volna, nem beszélhetnénk erről, hogyha mögött nem lenne rengeteg ember, sok tízezer ember áldozatos munkája, úgyhogy nekik szeretnék köszönetet mondani, és ezekben a mostani kicsit ünnepi napokban egy kis feltöltődést is pihenni, kívánni mindenkinek. Azt, hogy a pihenéssel, a feltöltődéssel kicsit újult erővel lehessen majd 2022-nek is nekiállni. Ha pedig a fejlesztésekről egy kicsit jobban belemenve is beszélünk, akkor törekedtünk 21-ben is arra, hogy legyenek kisebb város részeket érintő fejlesztések, legyenek a város egész közösségét érintő helyi forrásokból megvalósuló fejlesztések, mondjuk Budai út felújítása, vagy éppen ugyanez még nem fejeződött be, hiszen az út az majd csak jövőre épül, de a Prohászka Kis Budai út tekintetében is egy fontos közmű fejlesztés és útfejlesztés jelentő beruházás, de folyamatban lévő egészségügyi fejlesztés, a nagy fejlesztések között a Szent György Kórház új 3 emeletes, 6000 négyzetméteres épülete, de éppen a Szegfű rendelőintézetét is mondhatnánk, ami szintén teljesen megújul, az egyik állami forrásból, a másik Európai Uniós forrásból, látszik, hogy ezekre mindegyikre tehát szükség van, és hát ott vannak azok a beruházások, amelyekre pedig sokat vártunk, viszont most már a kivitelezés szakaszába léptek, vagy már előre haladottak, mint mondjuk a déli összekötő útépítése, vagy a multicsarnok építése, középiskolai kampusz oktatás fejlesztése. Rendház. Igen, a rendháznak a szinte már befejeződött építkezése, hiszen január végére befejeződik, tavasszal egy nagyon szép Árpádház kiállítást tudunk majd az Aranybulla emlékében nyitni, köztársaságmozi felújítása, ugye látogatóközpontként, kőtárként. Tudjuk, hogy 22-ben indul a Móri út felújítása, Osan körforgalom felújítása. Elkezdtünk gondolkodni már az M81-esen, ott előtervezési folyamatok megkezdődtek, 4. stráda lejáró újcsóri körforgalomnak a kiváltása. Tehát azt hiszem, hogy soha rosszabb esztendőt a város fejlesztése vonatkozásában, mint 2021-ben történt. Ha minden évben legalább ennyi történik, akkor szerintem lehet folytatni a város látványos fejlesztését. Említett egy fontos dolgot, ugye 2022-es Aranybulla emlékév. Ez a közösségépítés szempontjából is szerintem fontos, azon túlmenően, hogy ugye egy történelmi hagyatékápolásról is szó van, mert hogyha belegondolunk, akkor a 2013-as Szent István emlékév szerintem a város közösségében egy nagyon jó látványos folyamatot indított el. Én is így érzem, és jó szívvel is gondolunk vissza szerintem sokan a 13-as emlékévre, és hogyha emlékiratokat nézünk, olvasunk, akkor ugyanígy volt ez 1938-ban az akkori Szent István emlékév keretében. Tehát van értelme egy-egy történelmi eseményhez, dátumhoz igazodóan, de a közösséget meghívni egy közös ünneplésre, egy éven keresztül különböző programokkal, rendezvényekkel, eseményekkel. Az Aranybulla kibocsátásának 800. évfordulója azt hiszem, hogy egy szép lehetőséget ad ehhez, január közepén fogjuk nyitni az emlékévet, értelemszerűen Szent György napja lesz az a nap, amikor ugye valószínűleg történt az Aranybulla kibocsátása, ami bizonyos szempontból a főünnep, de nyáron, ősszel, sőt még az év vége fele is tervezünk kulturális programokat, történelmi programokat, és ami nagyon jól működött 2013-ban, az tekintetben bizakodunk a 22-es évre tekintettel és vonatkozásában is, miszerint, hogy minél több civil közösséget, minél több intézményt tudjunk bevonni programoknak a kitalálásába, megszervezésébe, úgyhogy indított is a város közgyűlése egy 10 millió forintos pályázati alapot, amiben várjuk a pályázatokat mindenkitől, aki valamit szeretne hozzátenni ehhez a közös ünnepléshez. Tehát akkor van egy ilyen nagy lehetőség, ahol tényleg megmozdulhat mindenki, aki fontosnak érzi ezt az ügyet. Igen, és hát ahogy beszéltük is, a 13 is ezért volt szerintem fantasztikus, mert nem csak néhány hivatalos program volt, ami több vagy kevesebb embert képes volt megszólítani, hanem rengetegen csatlakozták hozzá a saját kisebb-nagyobb programjaikkal, és tettek hozzá valamit a közöshöz, és biztos, hogy az év végére ez sok élményt adhat, emléket biztosíthat, és egy kicsit megint büszkévé tehet bennünket, hogy azért nem akármilyen városnak vagyunk a polgárai. Ha nézzük még egy kicsit a 22-es esztendőt, akkor mi az, amit várna a 22-es évtől, azon belül, vagy attól függetlenül, hogy a 21-eshez legalább hasonlítson? Hát remélem a fejlesztések tekintetében nem lesz rosszabb év, sőt, talán még a kivitelezések tekintetében látványosabb is lesz, mint a 21-es volt.
Nagyon fontos lenne, hogy a városüzemeltetés, a közszolgáltatást ugyanúgy stabilan garantálni tudjuk. Jó lenne, hogyha a gazdasági növekedés zajlana, ha béremelések megtörténnének az élet minél több területén dolgozók részére. Ez szerintem mind-mind fontos. De én mindig hozzáteszem, hogy én hiszek a közösség erejében, tehát számomra alapvetés, hogy minden évben egy picit erősebb közösség legyünk év végére, mint amilyen voltunk az év elején. És szerintem, ha belegondolunk, főleg is mikor tegyük ezt, ha nem éppen karácsony ünnepén, ami mégiscsak a szeretet ünnepe, egy születésnap ünnepe, akkor azért rább ilyenkor mondjuk ki, hogy jó lenne egy kicsit jobban odafigyelni egymásra, a másikra, a szomszédra, a másik közlekedőre, a kollégára, a barátra, az ismerősre, vagy az ismeretlenre az utcán, vagy a lépcsőházba köszönni egyet a szomszédnak, mert csak könnyebb lenne úgy együtt élni. Úgyhogy egy picit ebben tudunk előrelépni, akkor szerintem ez is előrelépés. Nyilván azért a 22-es esztendőnek az első negyedévében lesz egy izgalmas kampányidőszak, mivel lesz egy országgyűlési választás, amit nem mindig úgy élünk meg, hogy ünnepe a demokráciának, pedig ünnepe a demokráciának, még a vitáival együtt is ünnepe. Szerintem az fontos, hogy tartsuk egymás személyét tiszteletben, és hogyha ezt meg tudjuk itt Fehérváron valósítani, akkor valóban lehet az a választási nap ünnep, de unalopig hangsúlyozni szeretném, hogy másnap is lesz nap. És a másnap, azon a bizonyos hétfőn ugyanúgy egymás szemébe kell tudnunk nézni, és kell tudnunk dolgozni ezért a városért. Tehát nem tehetünk olyat, és nem tehetnek elsősorban, nyilván ez a közéleti szereplők felelőssége, különösen akik indulnak a választásokon, nem tehetnek olyat, nem csak egymással, hanem a mögöttük lévő támogató közösségekkel, ami a közösséget szétfeszíti. És nyilván egy polgármesternek meg az a dolga, hogy még egy ilyen időszakban is próbálja inkább a közösség erejét hangsúlyozni, és azt, hogy az fontos, hogy találjuk meg a közös pontokat, amiben egyetértünk, amik mellé közösen oda tudunk állni, nem elfelejtve, hogy emellett lehet rögzíteni tényeket, lehet rögzíteni adatokat, lehet az asztalra tenni jövőbeli elképzeléseket, lehet értékelni, hogy ki mit tett ezért a városért az elmúlt években, hiszen erről is szól egy kampány és a választások napja. Nyilván nekem is van véleményem, másoknak is ezt el fogjuk mondani, de ezt tegyük úgy, hogy a másik felet is tiszteljük. Ez persze azt kell, hogy a saját oldalak legalább a saját kollégáikat tiszteljék, mert ugye ez nem volt teljesen egyértelmű. Ez itt azért az előválasztásban ebben voltak. Itt azért történtek olyan dolgok, amik azért eddig a fehérvári közéletre nem voltak jellemzők, de hát én mindig bizakodok, hogy azért Fehérvár tudott mindig egy kicsit szigetszerűen működni a politikai kultúra és közbeszéd színvonala tekintetében, hogy ez így lesz 22-ben, és egy kicsit példát mutatunk az országnak. Ez nyilván elsősorban, bár a közösségi média felületek okán nem csak a közéleti szereplőkön múlik. Figyeljünk oda egy kicsit egymásra, és fogadjuk el, nem biztos, hogy egyetértve a másik véleményével, de azt a jogot igen, hogy neki is lehet véleménye, még hogyha esetleg én azzal kulturáltan vitába is szállok. Beszéltünk ugye itt már várost érintő kérdésekről, és azzal indult a beszélgetésünk, hogy hát ugye magánélet és nyilván a közéleti jó dolgok. Magánéletben hogyan értékelni ezt az évet? Mik voltak a jó dolgok? Vagy az emlékezetes pillanatok? Hát izgalmas évben vagyunk, ez egy kicsit 21-et és 22-t is jelenti, hiszen a legnagyobb gyermekünk most végzős gimnazista, tehát nyilván az év szép eseményei mellett a pályaválasztás, majd az érettségi, ami nyilván egyben felvételit is fog jelenteni, úgyhogy mi minden család, aki hasonló cipőben van, nyilván mi is már egy kicsit izgulunk, de szerencsére egyébként egészségben tudtuk eltölteni az évet, nem kapták el tőlem sem a Covidot, a vírust a családtagok, úgyhogy mindenki jól van, és szerintem ebbe az évben ez a legfontosabb. Ugye még 2020-ban a járvány idején egy kiskutyussal bővült a család, aki azóta már abszolút a család szerves részévé válik. Feleségem, azt szoktuk mondani, hogy ő a mi első unokánk, mert a középső gyermek egyébként a gazda. A gazda. Úgyhogy Carlos már abszolút a család tagja, nem is tudom, hogy milyen volt nélküle élni, mert annyira szerves részével. Sőt, a városháza tagja, és én emlékszem arra a TikTok videóra. Jár ő néha a városházán is, most, hogy ugye a karanténban voltam,
jó pár napot ott dolgozott velem, hogy az azt jelentette, hogy én az online felületeken dolgoztam, ő pedig ott aludt mellettem, de lelki támaszt nyújtott a nagypapának, hogy tudjunk dolgozni. Úgyhogy összességében szép év volt a család életében, és még egyszer szerencsére egészségben telt el, ami azt hiszem, hogy most különösen fontos. Van valami hagyománya ilyenkor a Cserpalkovics családnak, amit karácsonykor művelnek? Valami különleges karácsonyi hagyomány? Vannak ilyen hagyományaink, mi például általában a Balatonon karácsonyozunk, ott tud úgy összejönni igazán a nagy család, de azért anyujéknál van mindig egy nagy ebéd, mert hát az édesanyja főztje az ugyanúgy, mint az anyós főztje, az igen, kikerülhetetlen, és hát az igazán a gasztronómiai élményt az adja a család életében, illetve mindig karácsony másnapján délután van egy nagy társasjáték parti, részben családi, részben baráti körben, ahol a család apraja, nagyja ebben részt vesz, és hát persze ott a jókedv, vidámság, kacagás a játék hevében ehhez a naphoz tartozik, úgyhogy ezt nagyon-nagyon szeretjük, és bízom benne, hogy másoknál is megvannak ezek a hagyományok, és tudják ezt élni. Jó, hogy idén tudunk találkozni egymással, és talán még mindig igaz az, hogy annyira rohanó világunkban éppen a karácsonyi időszak és ez a két ünnep közötti időszak az, amikor valóban leáll, vagy legalábbis lelassul az élet. Szerintem fontos, hogy ezt megragadjuk, mert ritkán van erre lehetőség, és jó lenne, hogy január 1-én vagy 2-án nem arra ébredni, hogy megint csak átrohantunk az egész ünnepi időszakon. Nálunk is egy különleges hagyomány indult a Média Centrumba, hiszen a Vörösmarty Rádió fájára is lehetett hozni ajándékot és megosztani az adventi gondolatokat, és hát egy ugyanilyen dísz került fel ugye a Vörösmarty Rádió fájára. Ez egy szerintem nagyon szép városi ajándéktárgy, mondhatom így? Igen, nyugodtan lehet ezt mondani. Ez egy olyan dísz a fára, ami a város címerét mutatja, szerintem nagyon szép, elegáns kivitelben, és egy kicsit megint a közösségről szól, arról, ami itt bennünket összekönt. Ugye mindig elmondva, hogy ez a városi címer önmagában kifejező, hiszen egy városkaput mutat, ami nyitott, ami mindig ugye egyfajta befogadást jelképez, az én szempontomban egy kis közösségi élményt ad, és ezért gondoltuk azt, hogy akár itt a Vörösmarty Rádiónak a karácsonyfáján is ez szépen mutat, és pár másik helyszínre is vittük, annak érdekében, hogy ez is egy kicsit az összetartozás érzését tudjuk erősíteni a különböző városi közösségek között. Bár ez az időszak ugye az elcsendesedésről szól, meg az arról, hogy egy kicsit átéljük valóban ennek az ünnepnek, ennek a születésnapnak, meg az egész hozzá kapcsolódó történetnek az üzenetét, illetve az egyházi részét is. Hát közeledünk az új év felé, és hogyha már közösség, akkor január 1-én egy közösségi szokás az újra megtartásra kerül. Amit viszont nem tudtunk 2021. január 1-én megszervezni, de meg tudunk 2022. január 1-én, délután 14 órától újra lesz szerencsehozó lencse akciónk, aminek mindig az volt a célja, hogy ne csak úgy beleessünk az új esztendőbe, hanem adjuk meg egy kicsit a formáját. A magyar népi hagyományoknak szép része a lencse, kicsit a szerencséről szól, és a jó kívánságok egymásnak történő átadására ad egy lehetőséget. Ugye a katonák főznek óriási adagban, sok-sok száz adag áll majd rendelkezésre, biztos, hogy nagyon finom lesz. Remélem, hogy az időjárás kegyes lesz hozzánk, sokan tudunk összejönni, és egymásnak ott személyesen is békés, boldog, egészségben gazdag új esztendőt kívánni. Ugyanilyen szép hagyomány január 1-én a Alba Régia Szimfonikus Zenekarnak a koncertje. Itt ugye az a szokás, hogy a polgármester néhány évet indító gondolatot követően ronda szóval, bár ebben az esetben szakszerű kifejezéssel beinti a koncertet, magyarul egy kicsit karmesterkedik. Igen. Hát tavaly ezt megúszták a fehérváriak, azért mert nem volt koncert, most lesz koncert, úgyhogy ezzel elindítjuk majd az esztendőt. Tudom, hogy a zenekar készül egy nagyon szép programmal, ami azt hiszem megint csak egy szép kulturális nyitánya lesz a 2022-es évnek. Én köszönöm, hogy elfogadta a megkívásunkat, áldott ünnepet, aztán pedig egy nagyon-nagyon boldog új évet kívánok önnek.
Én köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, és hát neked is, és minden kedves nézőnek egy nagyon szép és boldog karácsonyi ünnepeket kívánva, aztán talán a 21-nél kicsit nyugodtabb, kicsit kiegyensúlyozottabb, kiszámíthatóbb sikerekben, boldogságban, de leginkább egészségben gazdag új esztendőt kívánok. Köszönöm szépen még egyszer. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmet. Holnap is várjuk majd Önöket ünnepi beszélgetésekkel itt a Fehérvár Televízióban.